Anglia-Portugália mérkőzés következik. Jön a nap rangadója, délután 5 órás mérkőzések közül New Jerseyből köszöntök mindenkit. A D csoport küzdelmei is megkezdődnek, ahol ugye hát 3 európai csapat is van, amely pályázik a továbbításra, hiszen az angolok és a portugálokon kívül ugye még Svájc is ebben a négyesben szerepel, és ugye rajtuk kívül még Dél-Korea is. Nos, a Dél-Korea Svájc meccset majd csak holnap rendezik. A holnapi nap egyébként pont az a találkozóval indul, viszont ezt a rangadót már most vasárnap lejátszák, Anglia-Portugália, tehát jöjjenek a himnuszok. Nézzük akkor a két csapat kezdő 11-ét, ami az angolokat illeti Pickford a kapuban. Azért van merítési lehetőség mindkét oldalon. Shaw, Maguire, Stones, illetve Reece James lett végül a 4 védő. A középpályán Mount, Calvin Phillips, illetve Declan Rice kezdenek, és a támadó 3-as pedig úgy néz ki, hogy Sterling, Kane és Sancho vannak ott a kezdőben. Abraham, Foden, vagy például Rashford csak a kispadon kapnak ma játék lehetőséget Southgate-től. És akkor megvan a csapatfotó is. Mindkét oldalon mindjárt megnézhetjük, tehát a portugálok kezdőjét is. Nyilván amelyik csapat ma mondjuk tudna nyerni, amelyik válogatott ezt a meccsét megnyerni, az óriási lépést tenne a továbbítás felé. Nézzük is akkor a kezdőket a portugáloknál. Ezúttal Rui Patricio a kapuban, például João Félix és André Silva csak a kispadon kezdenek, Guerreiro, Dias, Pereira, illetve Cancelo lesznek majd a védők, Oliveira, Bruno Fernandes, illetve Danilo Pereira a középpályán. Elő pedig majd a Jota, Ronaldo, Bernardo, Silva 3-as kezd majd. Így néz ki tehát a két kezdő, és akkor jöhet a harmadik játéknap, a vasárnapi nap talán legjobban várt mérkőzése. Az Anglia-Portugália mérkőzés. Pickfordhoz kerül hátra a labda, és most már John Stonesnál, akit Jota támad le. James! Ugye estére még egy Spanyolország-Kolumbia meccs is jutott, úgyhogy azért az is egy nagyon jó meccsnek ígérkezik természetesen. Bízunk abban, hogy tényleg egy nagyon jó meccset látunk este is, meg most is. Ugye a Kamerun-Paraguay mérkőzésen indultak a mai programok, meccsprogramok. Sterling lesen, hogy szabadrúgásra jött majd kifelé a portugál válogatott. Cancelo a labda mögött, ő végezheti el a portugál szabadrúgást. Kane fejeli le, Sterling. Ez is egy jó passz Harry Kane-nek, Kane. Bruno Fernandes. Jöhetnek előre a portugálok, Bruno Fernandes, Maguire, jó labdaszerzés Shaw-tól, Maguire, Rice újra, elveszíti a labdát Rice, Oliveira, jók a biciklicselek, Oliveira, az már helyzet lehet, ott a becsúszás Maguire-től, még mindig Oliveira, Maguire aztán jól szerelte le, Phillips, és ezzel most megoldódhatnak az angolok, Kane, Rice, és Ronaldo ezzel most mehet, Ronaldo a 16-oson belül, és gól! Megszerzi a vezetést Portugália Ronaldo góljával a 16. percben. Hát az első helyzetből rögtön gól születik. Hát eléggé nyílt volt ott az angol védelem. Ronaldo el tudott menni, és gólra is váltja ezt a helyzetet, úgyhogy Cristiano Ronaldo góllal indítja ezt a világbajnokságot, és Portugáliát juttatja előnyhöz Angliával szemben. Mount. Labdát szereznek a portugálok, szabadrúgás lesz majd belőle Rice. Stones. Stones emeli fel. Ezt kicsúsztatják. Oliveira. Ez is jó, Ronaldo. Csak hátra Bruno Fernandes. James. Oliveira aztán. Bruno Fernandes megint. Oliveira, Fernandes, Fernandes hozza, Fernandes, az is jó labda, Silva, megint ott Cancelo is, és aztán Shaw szereli, Silva,
Cancelo veszi át, az újabb nagy helyzet. Cancelo 2-0. Megduplázza előnyét Portugália 25. percben, João Cancelo is gólt szerez. Hát megint egy angol védelmi hiba, és megint egy olyan portugál helyzet, aminek gól a vége. 25 perc alatt kapnak úgy kettőt az angolok, hogy mindez csak kettő helyzete volt az ellenfélnek. Silva szerzi meg a labdát, és Cancelo ott maradt még, miután előre jött, és gólra váltja ezt a helyzetet. 24. perc, 2-0-ra vezet most már Portugália-Anglia ellen. Mount. Jota. Bruno Fernandes. Ronaldo. Az is egy jó labda, Guerreiro. James üldözi őt, Guerreiro, jó cselek. Még mindig Guerreiro. Beljebb hozza. Le tudja tenni Danilo tovább, Oliveira. Oliveira még, ott a gólhelyzet, és aztán jön Pickford. És ez így az övé. Stones. Diaz szerzi meg, Guerreiro. Danilo. Ronaldo. Ronaldo nem jött be a csele, Rice. Mount. És ott indul bizony Sterling. Danilo rajta, Sterling ként kérni el tőle, Sterling azonban hozza még. Sterling még mindig ő. Na nézzük, mi lesz belőle. Sterling nem jött be a csele Guerreiroval szemben. Egyébként holnap majd ugye a Dél-Korea-Svájc meccsen indul a program. Az esti rangadó pedig a Brazília-Horvátország meccs lesz. Emellett egyébként a délután 5 órás meccs, egy Egyiptom-Katar találkozó, úgyhogy holnap is ugyanúgy 3 meccset közvetítünk a VB 4 negyedik napján. Kane, Calvin Phillips, vissza Kane-nek, Kane veszi át, és aztán a lövés, Rui Patricio véd. Hosszú idő után megvolt az első angol helyzet a meccsem, ilyet a szöglet közben, és aztán újabb szöglet jön majd Angliának 2-0-as portugál vezetésnél. Sancho, Kane tud fejelni, és aztán még egy lövés, gól! Szép itt Anglia. Harry Kane hozza a labdát, ugye az előbb neki volt egy nagy helyzet, ami után lett a szöglet, abból még nem lesz semmi, a második szögletből viszont Kane fejelt, és a kipattanóból tudott gólt szerezni. Szép így tehát Anglia 1-2. Hát szinte a semmiből jött az előbb az angol helyzet, viszont azt addig vitték, amíg gólt nem rúgtak belőle. 1-2, szoros lesz így a második félidő, hiszen visszajönnek az angolok a meccsbe. Bruno Fernandes. Hamar 2 gólos előnyetet szert Portugália Angliával szemben, így viszont a hajrá meg tényleg izgalmas lesz. A következő fordulóban Portugália majd Svájccal játszik, Anglia pedig Dél-Koreával. Bernardo Silva, az is jó még. Bernardo Silva emeli be, és aztán James haza. Pickford megfogja, és most fújja le a játékvezető az első félidőt. Anglia-Portugália 1-2, hamarosan jövünk majd a folytatással. Kezdődjék tehát akkor a második félidő. Anglia-Portugália 1-2 New Jersey-ben a labdarúgó világbajnokság, E-világbajnokság újabb mérkőzésén, ami már ugye a 6. sorrendben ezen a tornán. 2-1-es portugál vezetés Angliával szemben. A vasárnapi nap rangadóján az első félidő után Ronaldo, Cancelo és Kane találtak be. Nézzük, mi történik, mi lesz a második félidőben. Rice! Az is jó, James jön fel a támadáshoz. James, Guerreirót elfektette, a beadás után pedig sikerült menteni Ricardo Pereirának. Jota, ugye érdekes ilyen szempontból, hiszen ugye ő Angliában játszik. Ugye a Liverpoolt erősíti. Ronaldo. Jota kapja meg, Jota, és aztán az átlépés után még megvan a labda, Silva vissza, Cancelo, beadja. Cancelo, pattanásból, fölé. Pickford. Hát ugye Cancelo, Bernardo Silva, ugye szintén Angliában játszanak, és ugye az előző idényt is Ronaldo ismételten Angliában, ugye a Manchester United csapatában töltötte, úgyhogy jó pár Angliában futballozó portugál játékos van. Ez mondjuk fordított esetben nem mondható el. Sterling. Jó cselek. Cancelo, Manchester City csapattársa. Szerelte Raheem Sterlinget. Ronaldo felé jön a labda. Phillips, Shaw, Mount, Kane.
Jó labdaszerzés Danilo Pereira, Bruno Fernandes, szintén ugye Premier League-es futballista a Manchester Unitedből. Jota. Oliveira. Jota. Na és akkor ezzel most megindulnak megint a portugálok. Rice üldözi Jotát. Jota. Jota még. És aztán rossz volt a visszacsel. Ott maradt a labda. Phillips. James. Calvin Phillips. Sancho. És aztán Ruben Dias. Manchesteri derbiken is találkoztak már egymás ellen előző idényben. Most pedig egy angol-portugál VB meccsen. Jön Jordan Henderson. Ő Mantat váltja. Cserél tehát Anglia. Rui Patricio. Ő is egyébként ugye annó a Wolves csapatában megjárta a Premier League-et. Jota. Ezzel meg este kialakult egy nagy portugál helyzet. Jota viszi kapura. Jota megint a visszacsel, de most marad nála. Nem veszítette el úgy, mint az előbb. Jota. Na mihez kezd vele? Jota. Csak leteszi Danilo Pereira. Hát ő meg... Hova? Érdekes, mi lett ebből a helyzetből megint. De marad a 2-1-es portugál vezetés, ami nyilván portugáloknak jó, hiszen azért úgy indítani egy VB-t, hogy Angliát legyőzni, azért ez nem egy rossz omen. Sterling. Pláne úgy, hogy papíron azért könnyebb meccsek várnak a portugálokra itt a csoportkörben. Azért Svájc sem lesz könnyű falat, meg Dél-Korea sem, de azért papíron könnyebb lesz, mint az angol válogatott. Bruno Fernandes. És úgy néz ki, hogy ez a 24. percben, vagy 24 perc alatt meglőtt két gól, az egyelőre elég lehet egy győzelemre Angliával szemben. Annak ellenére, hogy a félidő végén ugye Kane visszahozta úgy Angliát a meccsbe, hogy nagyon helyzetesen volt előtte az angol válogatottnak. Jota. Jota hozza, Ronaldo van ott, viszont Jota bepasszolja, Ronaldo veszi át, és aztán mellé lövi. Szépen kicselezte ott Stones Ronaldo, célba vette ott a hosszú sarkot, de nem sikerült eltalálni a kaput. Jön majd a Leicester középpályása Madison Phillips helyett. Cserél tehát Anglia. Diogo Jota. Az is jó. Bruno Fernandes. Pickford nagyot véd. Hát itt a hajrában Portugáliának vannak nagy helyzetei, de nem sikerül lezárni a meccset. James. Úgyhogy marad még egyelőre nyílt a találkozó. Cancelo fejjel Bruno Fernandeshez. Bruno Fernandes. Ronaldo. Ott a lövés, és ezt is kivédi Pickford. Két nagy védés itt a második félidő végén Jordan Pickfordtól, de még mindig ott van. Ronaldo szerzi meg. Fernandes lő mellé. És most fújja le a játékvezető. Portugália annak ellenére, hogy vezetett, jobban megnyomta a második félidőt, mint Anglia, és megérdemelten nyeri meg a D csoport rangadóját az első fordulóban. A végeredmény tehát Anglia-Portugália 1-2 itt New Jersey-ben. Ronaldo és Cancelo rövid időn belül szereztek, 8 perc alatt szereztek két gólt az első félidőben. Kane visszahozta ugyan az angol reményeket, de egyenlíteni a második félidőben már nem sikerült, ahol még inkább portugál gólokra volt esély, úgyhogy a végeredmény 2-1-re nyert Portugália Anglia ellen.